fontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportot is létrehoztunk Bekő Tibor tábornok úrvezetésével. Egy nemzetközi koordinációért felelős akciócsoportot Mencer Tamás vezetésével állítottunk föl. Van egy kommunikációs akciócsoportunk Kovács Zoltánnal. Van a rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportunk, ezt a Gulyás Gergely fogja vezetni. Az emberért a legfontosabb, de a gazdaságra és a pénzre is gondolnunk kell, ezért egy pénzügyi akciócsoportot is felállítottunk Varga Mihály vezetésével, és egy gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot is Márgy Andrea miniszterasszony vezetésével. Arra számítunk, hogy a gazdaság hamarosan megáll, és majd újra kell indítani, amihez kormányzati döntésekre lesz szükség. Egy kutatócsoport is feláll, koronavírus kutatócsoport, megpróbálunk gyógyszert, vakcinát fejleszteni, ez Jakab Ferenc professzor úr vezeti majd, és van egy határ ellenőrzési akciócsoportunk, amely Balogh János altábornagy úr irány. Szeretnék röviden szólni arról is önöknek, hogy hogyan állunk a védekezési eszközökkel, ezt is ma tekintettük, rovancsot tartottunk. Ami a labor kapacitást illeti, azt tudom jelenteni, hogy több ezer mintavételhez elegendő labor kapacitásunk van. Szeretném azt mondani, hogy amikor labor vizsgálatra kerül sor, akkor annak eldöntése, hogy kinek az esetében folytatjuk a SZVES, kinek nem, ott a WHO, a Világ Egészségügyi Szervezetének a protokollja szerint járunk el, tehát a nemzetközi szabályokat alkalmazunk majd, ez szerint kerüljük ki a vizsgálatok köré is. Keszkűből 22 millió pár áll rendelkezésre, maszkból 1,2 milliónyi sebészi maszkunk van, ezek azok, amelyek olyan maszkok, amit a műtéteknél szoktak használni, tehát most is használhatók lesznek, és érkezik 1 millió műtéti sebészi maszk is. Lélegeztetőgépből 2000 darab van az országban, altatógépből szintén 2000. Ez azt jelenti, hogy ez a két mennyiség együtt sok 10 000 megbetegedés esetén is elegendő ellátás volt majd, de újabb gépek beszerzéséről is intézkedik. Következő döntésünk, amit hoztunk Izraelre, vonatkozik, ugyanis az újonnan megbetegedettek között vannak olyanok, akik Izraelből érkeztek Magyarországra, ezért úgy döntöttünk, hogy Irán, Kína, Dél-Korea és Olaszország után Izraelből sem lehet külföldieknek belépni Magyarország területére, akik magyarként onnan jönnek haza, azoknak pedig vállalniuk kell önként 2 hetes automatikus leszállást. Döntéseket hoztunk az oktatásra nézve is. Arra kell készülnünk, hogy itt most nem hetekről, hanem hónapokról lesz szó. Ezért az életünk nem néhány hétre, hanem néhány hónapra, legalább néhány hónapra változik majd meg. És ezekhez a változásokhoz alkalmazkodnia kell mindannyiunknak, a diákoknak és a tanároknak is. Az akciócsoportunk, az oktatási akciócsoportunk megfogalmazta az első javaslatait. Ezeket mi elfogadtuk, és holnap-holnap után rendelet formájában is olvashatják majd. Ennek a rendeletnek a tartalma a következő, hogy március 16-ától kezdve, tehát hétfőtől kezdve új oktatási munkarend lép életbe. Ezt úgy hívjuk, hogy tantermen kívüli digitális munkarend. Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, nem mehetnek be az iskolába. Az igazgatónak be kell menni az iskolába, és a tanároknak is folytatniuk kell a tanítást, de digitális eszközökkel, aki tudja otthonról, ha vannak ilyen eszközei, ha nincsenek, akkor pedig az iskola digitális eszközeit veheti majd igénybe, és ezért akinek meg kell mennie, az bemehet. Egyébként is terveztük, hogy kiépítjük Magyarország digitális oktatásának az infrastruktúráját, de az igazság az, hogy ezt nem fejeztük be még, ezt a munkát, ezt a következő tanévre akartuk elkészíteni. Most idő előtt kell ezt megindítani, lehet, hogy döcögni fog, de még mindig sokkal jobb, ha folytatjuk a tanítást digitális eszközökkel, mintha ezt ne egyáltalán nem tennénk, és a tanulási időszak véget érne. Ez azt jelenti, hogy a tanulók tudnak tanulni, a tanárok tudnak tanítani, és az érettségre is föl tudnak készülni a diákjaink, ezért jó esélyünk van arra, hogy a szokott rendben meg tudjuk majd tartani az érettségi vizsgákat. Olyan tanítási módok lesznek csak digitálisan, amely a személyes találkozást egyáltalán nem igényli.
segítségével a tanárok is és a diákok is érteni fogják, hogy pontosan mi is a teendő. Ha kell, ha vannak olyan helyek, ahol ez szükséges, akkor kis csoportos gyermek megőrzést is tudunk biztosítani, de jobb lenne, ha a gyermekek inkább otthon maradnának. Ezzel kapcsolatban végezetül szeretnék egy kérdést intézni önökhöz. Azt szeretném kérni, hogy a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak. A helyzet ugyanis úgy áll, hogy ez a járvány, ez a koronavírus járvány, ez a fiatalokat nem veszélyezteti. A magam korabelieket sem. Ha megkapjuk, akkor egy átlagos influenza megpróbáltatásával kell szembenézzük, vagyis ki fogjuk bírni. Ezzel szemben a szüleink és a nagyszüleink, az idősek komoly bajban lehetnek, tehát komoly bajba kerülhetnek. Mert ez a vírus az ő számukra nem egy szokásos influenza megpróbáltatását, hanem egy életveszélyes fertőzést jelent. Tehát most törődni kell a gyermekeinkkel, de vigyázni a szüleinkre és a nagyszüleinkre kell. Ezért arra kérek mindenkit, hogy legyünk különösen is figyelmesek az idősek tekintetében, például a fiatal gyermekeinknek az őrzését, felügyeletét, ha lehet, ne rájuk bízzuk, hanem találjunk más megoldást. Vigyázzunk a szüleinkre, vigyázzunk a nagyszüleinkre, és persze vigyázzunk egymásra is. Itt tartunk, március 13-án péntek este. Holnap folytatjuk. Jó éjszakát mindenkinek!